Üdv mindenkinek, ez itt a Binding of Isaac Hunt csatorna, és íme a mai epizód, melyben megivel fogok megpróbálkozni legalább Isaac-et megölni. Ugye vele már jutottam el Isaac-ig, ahogy azt láthattátok már korábban, de még megölni nem sikerült. Persze ez, hogy ez megtörténjen, nagyon nagy szerencsére lesz szükségem, jó itemekre, odafigyelésre, szóval van itt elég sok faktor, aminek össze kell jönnie egy meg is Isaac killhez. Megivel még mindig könnyebb játszani mondjuk Eve-vel vagy Samsonnal, úgyhogy egy kicsit bizakodom. Nézzük, mi az első itemünk. A vírus. Hát... meglátjuk, mire lesz ez jó. Tulajdonképpen az a basement egy, ez nagyon könnyű volt, mert két bókkal kell, vagy két légyel kellett küzdenem. Meg egy bosszal. Gemini. Ha jól tudom, ez az. Pentagram kéne tőle, a legjobban jelenleg. Ez jutott elsőre eszembe. És reméljük meghallgat a játék, a Troll Engine. Jött már így össze, hogy eltaláltam azt, hogy mit fog dobni a boss. De nyilván baromi ritka és óriási mázni kell hozzá. De most összejön ez a pentagram, akkor egy szal nem lehet. Ilyen esetben még egy speedupnak is örülnék, pedig annak ritkán örülök. Mert nem tartom túl sokra. De hát ugye egyes speeden van megivel, és nem akarom itt húzni az időtöket, és megint ilyen másfél órás videót csinálni. És plusz tearzap. Ez nem egy olyan baromi a rossz tár, de azért nem lehetne jobb is, úgyhogy menjünk tovább, mert nincs több dolgom ezen a szinten. Hát mondjuk talán azt a Curse Roomot megpróbáltam volna, de nincs túl sok jó tapasztalatom a piros ládákat tekintve. Úgyhogy ezért nem volt kedvem. Itt meg már kicsit kezd sok lenni ez az életre, amit veszítek, ami azért gáz, mert én nem fog tudni üzletelni az ördöggel. Hál' Isten van egy kulcsom, mivel meg tudom nézni, hogy 25 centet kapok az itemből. Ami alapjában ugye szerintem egy ördög item, ha jól tudom. Ami úgy már ciki, hogy kb. Ez a leghaszontalanabb ördög item, amit most kaphattam jelen helyzetben. Attól függ, ha mondjuk a gyertya van a boltba, ha meg is tudom egyrészt nézni, mert még ahhoz kéne egy kulcs, de ha gyertya van a boltba, akkor oké, megérte. Na most ide benézek. Ezt itt hagyom. Nincs kedvem kiadni egy szintet sem, meg a Yamhartot lecserélni rá. Végre egy itemet kapok egyszer végre a Curse Roomból, és az is ilyen fos. Szóval, ja, ilyen az én szerencsém, és jelenleg nem állunk most olyan marha jól. Még nem kaptunk olyan nagyon jó itemeket sem. Hogy azt mondjam, hogy reális esélyünk van Isaac kérre megivel. Megivel azért ennél szerencsésebbnek kell lenni sokkal. Full health, hát visszatöltött egy fél életerőt. Kéne nekünk kulcs. Sűrűsen. De csak pénzt ad, úgyhogy nézzük meg a boss-t. Aki a Widow, ami azt jelenti, hogy 4-es szintű húskockán már biztos nem lesz, ami mondjuk nem olyan nagy gáz. Annál azért jobbat is el tudnék képzelni. Ilyen helyzetben mondom, pentagram lenne a legjobb, az egyik legjobb. Még beszerültem a sarokba, de illegálva Poison Touch megölte. Ez már biztos, és az is biztos, hogy nem lesz ördöge való üzletelés. Tirza. Nem tudom ez pontosan mire van hatással. Mert ez nem jelzi jól a dolgokat, mert az biztos, hogy egyes speeden van, szóval már ott elbukik az egész. Imádkozzunk, hogy kapjunk valahonnan kulcsot. Úgyhogy itt most ezt meg fogom próbálni. Kétszer, jó. Nem kaptunk kulcsot, de még több pénzünk van. Na most... ha a bolt mellett van a Secret Room, akkor be tudom magam robbantani a boltba. És igen. Ezt is itt hagyom, Yamhart jelenleg... ilyen helyzetben még jobban számít, illetve többet ér. Főleg, hogyha ilyen habit lesz a boltba.
Na nézzük. Nem. Mumspur, vagy ez a szarság van. Mi ennek a neve? Mumscoin Purse. Ez mit ad? Tears Up. Jó, ebből kaptunk kettőt. Másik meg remélem Tears Down. Asszát. Jó, hát tulajdonképpen egyen jobban állunk még így is. Két Tears Up, meg két Tears Down pirula. Egy tulajdonképpen akkor egy Tears Upért fizettem 15 centet, ami azért annyira nem adik jól. Tekintette arra mondjuk egy gyertyáért is 15 centet fizettem volna. Ami el sem tudom mondani, mennyivel jobb, mint egy Tears Up. De hát ez a szerencsefaktor is, ez a Troll Engine szerepe ezen a játékban. Ez meg így egy baromi nehéz szoba. Csak kétszer találtak el eddig idézőjelben. Jó, menjünk tovább. Egy kulcs, se bombám, kulcsom se. Innen gyorsan kimegyek, akkor eltűnik. Lassú vagyok, és kicsit lök. És most már életerőm sem áll olyan marha jól. Úgyhogy csak ennyi hibázik jelenleg. Viszont legalább ezt a kártyát ingyen el tudom érni. Ami a full, mondom, ami az egyik leghasznosabb tárgy. Sajnos. Úgyhogy nincs szerencsém, most sem. Nézzük meg, itt mi van. Egy láda. Á, próbáljuk meg. Két bomba. Kulcsokba reménykedtem. De a két bomba az megint lehetne úgy használni, mint az előbb. Lerobbantani valamit az item roomba, vagy akár a boltba. Bár most nem úgy tűnik, hogy a bolt mellett van a secret room. Az item room mellett még lehet, mert azt még nem látom. Au. Au. Jelenleg nem úgy néz ki, hogy nagyon megérte volna ide lejönnöm. Mert már háromszor eltaláltak. Ez mondjuk az én hülyeségem, senki másé. Nem nagyon lelkesedtem még be a játék miatt, mármint az itemek miatt, amit kapok, és ilyenkor nem tudok koncentrálni megfelelően. Ez sajnos az én hibám. Áó. Francban. Egyet hagyok ott, ez is eltalál. Idegesítő egy kicsit. Na mindegy, még mindig nem állunk olyan rosszul. Az mondjuk gáz, hogy nincs kulcsom. De amiről beszéltem, az megeshet, hogy az item room mellett lesz a... Na, de tök mindegy, mit mondok, mert van kulcs. Ez egy tűrhető item, nem a legjobb esse. Ennél még mindig százszor több kell, hogy bármiféle keresni valamit legyen a katedrálisban. Ördögevel üzletelés most se lesz. Túl sok sebzést kaptam be. Már. Ha eszem lett volna, akkor a kulcsot a boltra adjam, és valóban berobbantom magam az item roomba. Se baj. Ah, nézzük meg a boss-t. Nincs mire várni. Hello! Ráadásul valami champion féle. Na itt is jól esne egy kicsivel, sokkal jobb damage. Ez a bomba nem érte el azt a hatást, amit szerettem volna, hogy elérjen. Az életerejére rosszan, de biztosan csökken. Engem még nem nagyon talált el, bár sok mázling volt ebben. És még egy rézsnek is nagyon tudnék örülni. Jelen helyzetben. Most végre eltalált. Ah, Ranger. Megint egy haszontalan tárgy. Semmi damage up, semmi health up, semmi ördögevel üzletelés, semmi extra. Szóval ez kevés. Ez egyszerűen kevés. Ahhoz, hogy bármit elérjünk. Persze mondom, egy-két item drasztikusan megváltoztathatja ezt az egészet, úgyhogy érdemes reménykedni. Bemegyek közben majd a cursed roomba, meg a boltba is, mert hál' Istennek kaptam egy kulcsot. És ha ott esetleg a gyertya lesz, akkor megtörténik az, amiről beszéltem, hogy egy-két item meg tudja változtatni a kimenetelét a játéknak, és nem a gyertya van.
hanem a térkép. Ami sokkal rosszabb, lényegesen, de mindegy. Wheel of Fortune, meg a Fool, hát adott esetben mind a kettő hasznos lehet, de amúgy nem, egyáltalán nem a legjobb tarot kártyák. Mindkettő elég szar. Úgyhogy nézzünk be ide. Oh. Na jó, ez most egy kis mázli, egy nagyon picike, de legalább mázli. Ezt elviszem, meg a kulcsot is, és mehetünk tovább a következő szintre. Lassan tényleg kéne egy ördögeval üzletés, mert most már lesz 6 piros szívem. Most már elvinnék egy márkot, vagy egy pektet, esetleg mind a kettőt. Na tényleg mind a kettőt elvinném jelen helyzetben. Megint katakombákat kaptunk, amely nem túl örvendetes dolog. Hamar meg kéne találni a boss-t. Szerintem itt lesz ennek a legvégén. Jó, lesz egy bombám, ami jó dolog. Ó, greed fejek. Á, csak eltalált. Azt hittem megúszom. Pedig így még nem olyan nehezek. Na, se baj. Menjünk tovább. Hát, na aztán tűz végképp ne találjon el. Ezt a ládát szívesen kinyitnám. Megvan a boss. Ez meg szerintem megér egy bombát. Mennyi ez? 8 cent. Na most, hogyha nem talál ez a boss, mármint piros szívet nem vesztek, mert abban az esetben csökken az esélye, hogy kapni fogok ördögeval üzletési lehetőséget. Szóval, hogyha innentől kezdve egyszer se talál el, akkor lehet rá esély. Ami mondom, nagyon kéne ahhoz, hogy bármiféle esélyünk legyen. Tekt és Mark is kéne. Ó, most már nagyon sok pók van lent. Á, csak eltalált. Egyszer, kétszer. És nem is kaptam ördögeval üzletés lehetőséget, ami nagy kár. Two of Hearts, majd visszatölti az életem felét. Hasznosabb, mint a Wheel of Fortune. Én kaptam egy Tears Up-ot. Damage-emnek van gáz. Meg szerintem mondom, még mindig nem egyes a speedem. Hát most ide jöttem be. Talán jobb lett volna, hogyha megtartom a item roomra. A kulcsot, de reménykedem benne, hogy kapok még. Steam Sale van benne, ami hát, talán hasznos. De ez meg nagyon kérdőjeles. Hogy hasznos a Steam Sale már Katakomba 2-ben. Talán, hogyha egy-két szinte korábban kapom meg. Jó. Kulcsom nincsen. Még mindig. Obonyek. Csak kettő van. Hát csak egy. Csak eltalált. Ott a rák viszont, azt elviszem. Ez a mestik nagyon nem volt hatásos. Itt ezt nézzük meg. Nincsen. Ide viszont bemegyek. Most már be tudok. Megint piros láda, és megint nincs be semmi hasznos, sőt. Azt hittem még egy piros szívet fogok veszteni, szerencsére nem. Most már tényleg elég intenzíves jó. Hát az Isaac Fighter ez teljesen ellehetetleníti. Szóval ez ilyen helyzetben nincs rá esély, ami a cél. Ja. Pont eltalált. Megint nem ad nekünk piros szívet. Meg kulcsot se.
ezt a bombát ki tudnám robbantani bombával. Nem tűnik túl jó üzletnek. Feltöltött a player kártya, de megvárom. Ott a kulcs. Szóval megvárom, amíg kiirtottam az egész szintet. Jó, eltudom a Dwarf Hearts-t. Egy harcot. A fene tudja, az a lényeg, hogy szarul állok életügyileg. És rohadt lassú vagyok. Ami Lásznál nem egy jó dolog. Adott nekünk egy Tearsdown pillulát, köszönöm. Viszont ki tudom nyitni az aranyládikót, meg az item roomot is. Meg a boltból meg tudom venni a piros szívet. Azt hiszem volt ott egy. Ah. Ez egy fos. Bár megpróbálok vele valamit. Bárcsak ne tettem volna. Azt hittem, hogy sikerül berobbantanom magam az item roomba, vagyis kirobbantani az item roomba járatát, de nem. Úgyhogy most már felettébb rosszul állunk életügyileg. Két piros szívem lesz a következő szinten. És egy kék. Tévedtem, három piros szív plusz egy kék. És ha már kaptam egy bombát, akkor megpróbálom az item roomot. Már nem. Nem az item roomot, a secret roomot. Mert nagyon sanszos, hogy itt lesz. De nem. Ez esetben elszórtam meg egy bombát a semmire. És most már a depths jön, amire még nem Necropolis lesz, mert akkor le is húzhatjuk a rolót. Tearsdown helyett a Wheel of Fortune kártya azért sokkal jobb. Depths, szerencsére. Nincs semmi, egy árva centem, egy árva van, és egy árva kulcsom sincs. Ami felettébb rosszul hangzik, Tirza. Na, van egy bombám, amivel bemegyek a titkos szobába. Ahol... Ó! Oh. HP up. Ráadásul 2, plusz föltöltött full HP-ra is. Ez egy jó item. Megvan a kulcs is, úgyhogy már az item room sem lesz számukra elérhetetlen, aminek nagyon tudok most örülni. Meg megvan a boss. Room. Judgmentes fószer, az jó. Nézzük meg ki a boss is. Azért csak eltalált ez az istenvert a légy. Ó, beszorultam a sarokba. Meg eltalált a kisgis. Ördöggel szeretnék üzletelni, az azt kéne, hogy ne találjon el többször. Ami lehetséges gisnél, mert azért nem egy olyan baromi nehéz boss, de... Jobban oda kéne figyelnem. Csak mondom, nem lelkesítenek az item, amit akkor bár ez a titkos szobás item most azért egész jó volt. Nagyon gyorsan sírok a rákkal. Kéne még egy polifémus, aztán kicsit durva lennék. De ez mondom, ez kisgis fog nekünk adni. Megint nem üzleteltek az ördögem. Miért nem? Hát nem vesztettem egy piros szívet sem ezen a szinten, sőt. Rohadék. Ezzel még el is talált. Na jó, most már mondjuk mindegy. Így meg pláne. Nem akar. Pedig nagyon szükségem lenne rá jelen esetben. Tényleg semmi HP, semmi damage up-ot nem kapok. HP up-ot azt kaptam, nem keveset. De damage up kéne nekem nagyon. És az nem akar összejönni. Most is kétszer találtak el, és megint kaptam vissza egy szívet. Na mindegy. Nem panaszkodom emiatt.
És megint lesz egy kis szívem tartalékba. Menjünk be az item roomba. Megint egy pocsék item. Kicsit kezd sok lenni a pocsék itemekből. Esélytelnek vagyunk továbbra is. Isaac-re. De még szerintem az anyagkill se lesz meg jelen helyzetben. Most ha a jelenlegi tendencia folytatódik, akkor ez most nekünk HP-ot fog nekünk adni. Így is van. Nem baj. Ettől ez jó. Mert ez csak azt adhat, vagy ez se. És ugye a prayer kártyával lesz még egy, ami azt jelenti, hogy már 11 piros színűk lenne. Úgyhogy most mit meg nem tudnék tenni egy Joker kártyáért. Közben eltaláltak, de elszarok rá. Jelenleg tényleg az lenne azért most számunkra a legtöbbet egy Joker kártya. Szinte bármit megvennék most az ördögtől. Guppy's Pod most elmondhatatlanul sokat érne. Egy Guppy mancsát, meg egy... mondjuk egy Markot elhoznék, és akkor már azt mondanám, hogy Isaac-et talán meg tudnám venni, talán. Nem azt mondom, hogy 100%, de esély lenne rá. Természetesen megkapjuk azt az életet, amit nem olyan rég elbuktam. Jó, megint ilyen lovagok. Mégis azért itt most sokat segít. Jó. Okay. Nem találtak még el. Nem azt jelenti, hogy azt szeretném, hogy eltaláljanak. Rage-nek is tudnék most örülni jelen helyzetben. Meg nagyon sok mindennek, nem állunk jól. Ugye ezt már mondtam sokszor. Áó, nem akartam belerohanni. Nem tudom, hogy jött össze. Még egy terem. Hát ez rohadt nehéz terem. Túl sokat vesztettem itt most, de ettől függetlenül mi mindig életerőgyileg nincs baj. Szóval... ja. Életerőgyileg jól állunk. Egyéb dolgokban kevésbé. Nem azt mondom, hogy reménytelen a dolgunk, ezt kezdve kirobbantom, biztos, ami biztos. A következő szinte 100%-osan be tudjak menni az item roomba, mert ezt a kulcsot nem fogom másra elhasználni. Ugye 11 piros szívünk lesz. Anyagkill után úgy tudom nem lehet ördöggel való üzletelési lehetőség, szóval Depths 1 be vagyunk, ugye Depths 2-ben már biztos nem lesz. A fene tudja. Na, meglátjuk, hogy lesz. Sok a kérdőjel jelenleg. A rengeteg életerő bizakodásra adok ott, hogy annak ellenére, hogy a damage-ünk borzalmas, annak ellenére képesek lehetünk egy tisztességes kört összerakni. Persze mondom, ehhez kéne egy... hát egy Steven legalább. És Steven plusz egy Kurt Horn kéne, plusz Mom's Purse, hogy el tudja vinni a Kurt Hornt a Polaroiddal együtt. Ez túl lassú vagyok mindig. Egy nyomorú speed-upot nem kaptam még. Mom's Purse még mindig akkor is kéne, hogyha nincs Kurt Horn, mert ezt a cancer-t sem szívesen hagynám itt. És ezt a tűzgyorsaságot sem. Reméljük hamar megpusztulnak. Így is van. Hát ide esélytelen bemennem jelen helyzetben. Még egy kulcs. Hát most már egyre inkább állom, hogy ezt a bombát elhasználtam azért a kulcsért, de biztonságra törekedtem. Jó. Végre némi damage up, és
12 piros szív. Ez csak egy damage pluszba. Ami nem olyan rossz ahhoz, hogy ha abba is belegondolunk, hogy a többit is megkaptam így pluszba. Hát most már elég erőteljes sebzésem, mármint a lövősebességem, és ezáltal a DPS-em. Oh, Pride. És így a player kártya viszont nekünk nem túl hasznos. Two of Hearts és Judgment. Judgment-től mindenképp szeretnék egy itemet, egy Compass-t mondjuk. Most már HP-ákra nem vágyom. Talán érthető okokból. Soul Heart. Fölvettem azt, mintha nem is látszik. Gyerünk is, lassíts be Chabot. Így van. Jó. Van egy bombám valahonnan. Nem vettem észre, amikor fölvettem, lehet pont az előbb. Csak most tudatosul bennem, hogy észrevettem, hogy még nem voltam a titkos szobában, ahol Epic Fetus-t reménykedem. Au. Elvesztettem valószínűleg a Soul Heart-omat, vagy legalábbis a felét. Ó. Oh. Most viszont szerintem le fogom rakni a Judgment-et. Ezután meg pláne. Sajnos nincs itt Epic Fetus, vagy semmi hasonló. 17 cent elég kell ahhoz legyen, hogy fizetésre bírjam. Kulcs. Valami komolyabbat kéne. Létra. Ja. Némi esetben hasznos. Mint azt már láttuk. Azért nem ez a legjobb, amit adhatott. Ez mi? Top Diamonds duplázza a pénzem. Szeretnék bemenni még a boltba. Oh. Kettővel kevesebb. Sőt, hárommal most már. Anyához még nem megyek be. Ezt a kulcsot meg fel tudom venni a létrával. Nézzük meg, mi van még erre. Joker kártyát. Nagyon szeretnék valahonnan, de jelenleg nem úgy tűnik, hogy szerzek. Szóval nem szokott minden sarkon lenni. Sajnos. Au. Közben ebben a szobában túl sokat sebzést szenvedtem el. Egész pontosan hármat. Na nézzük be ide. Ohóha! Örömmel. Az mi volt? Nem tudjuk. Telepills. Ezzel este eljátszogatom. Hát túl hamar fölrobbant, se baj. Megnézzük azt a két maradék szobát, aztán... a boss-t. 10,5 szívem van jelenleg. Ami elég lehet, akár. És a gyertya végre a miénk. Ó, közben itt van egy könyvtár is. Abban reménykedtem, hogy Book of Revelations lesz, és akkor egy Soul Heart-ot kapok belőle. Na. De nyilván a gyertyát nem fogom itt hagyni. Mom's Purse-t nem tudtam összeszedni, sajnos. Ami azt jelenti, hogy a rákról le kell mondanom. Anyámtól meg remélem valami jót fogok kapni. HP-a az nem lenne túl jó jelen helyzetben. A doboz az, az jó lenne. Már fene, majd meglátjuk. Sima legregulár ma. Nem tudott taposni sajnos.
Szerencsére a gyertyától nagyon sok sebzést kap be. És vége. Squeezy. Ez is jó. Menjünk tovább a bomba. Tekintélyes mennyiség életerővel, de szinte bomba nélkül. Ez mi volt? Full health, nagyon jó. Ezt most nem, mert nem a Elszem pirulát nézem annak, hanem ez tényleg full health. Hát ami jelen esetben sokat számíthatna. Vroom 1-be vagyunk, akár itt is kaphatunk ördöggel való üzletési lehetőséget. Tényleg nagyon kéne most már. Ez el nem mondható mennyire kategória. Áú! Elcsesztem. Se baj. Ez micsoda? Bad trip. A francba. Oh-oh. Hát ez Isaac-re így nagyon rossz lesz. Ha eljutok addig. És nem erre van a boss. Bemenjek ide. Rossz ötlet volt. Nagyon rossz ötlet volt. Azt, hogy miért jöttem be ide? Hát reménykedtem benne, hogy üres szoba lesz. Mondjuk egy ládával. De sajnos nem. Most már csak 9 HP-n van, ami azért nem olyan sok. Jó, oké, van egy full health pirulám, oké. Hó, eltártam saját magam. Pedig most végre tölthettem volna egyet, de így marad a 9. Pedig bomba vagyok, itt nem kéne ennyit bekapni, ennyi sérülést. Csak elkeserít, hogy nincs esélyem az Isaac Fight-ra megnyerésére. Ha eljutok odáig. És ezért nem játszom túl jól. Sajnos. Oké, nézzük itt a boss. Itt van. Ó. Oh. Áú, eltalált. De közben meghalt. Nézzük meg a boss-t, nem tökölök. Halál. Sanszos, hogy itt el kell toljam majd a full health pirulát. Áú. Már csak a hülye pónia van. És annak meg rettentő sok HP-ja. Mondjuk még könnyebb így eltalálni mondjuk Epiphytus-szal. Csak mondjuk az elég lenne kétszer eltalálni. Itt én meg már lövöm már mióta. Áú, végén még csak eltalált. Első húskockám, ennek nem örülök. És annak se, hogy nem kaptunk ördöge való üzletés lehetőséget, és már nem is fogunk kapni. Ezen menet során. Ami azért gáz. Életerőm egyre kevesebb. De legalább csak meghalt. Ide menjünk be. Nézzük meg, mit ad nekünk. 3 cseszett centet. Ez most komoly? Ezzel szúrod ki a szememet? Tenné már csak az lett volna rosszabb, a greed van benne.
Na mindegy. Hát igen, ennél azért nagyobb már kell ahhoz, hogy itt valamit el tudj érni. Mármint jó, anyag ki valószínűleg meg lesz. De hát az már nem a kihívás kategória, mert kb. Már 50-nél járok. Anya kill tekintve. Eltáltam meg is saját magam, mert hülye vagyok. Na, anyám se szórakozik. Baf. Jó. Mi van itt? Ezek a hülye szelfaszok. Megint eltaláltak. Hogy végezzek vele? Valahogy így. Ide menjek. Ez az egyetlen egy esélyem, hogy földdual ördökhöz. Nem teszi meg. Mi a másik? Tears down. Full health. Eltolom. És a másik telepírst is. Nem rakott fel az ördökhöz. Judgment, nagyon jó. Vagy nekem valami jót. Bombának jobban örülnék, ha már ilyet az, de inkább valami itemet. Compass például. Speed up, most már azért kicsit késő. De se baj, menjünk tovább. Szerintem ott a jobb szélén lesz a boss. Csak azért, hogy kicsesszem velem. Próbálom őket majd eltalálni, igyekszem. Jó. Ó. És vagy volt Soul Heart-om, vagy nem találtak el. Mind a kettő jó, mert szóval hát nem emlékszem, hogy kaptam volna. És ha igen, az jó. Ha nem találtak el, az még jó. Bár valószínűleg nagy mázlival. Mázlim volt csak. Ez se lenne jó, ha eltalálna. Így is van. Ás, mit ad a láda? Full health, még egy. Nagyszerű. Ezt kirobbantom, bár valószínűleg kéne a bomba későbbre, de inkább Tears Up. Minden egyes Tears Up pillanatra egyre jobban cseszél az Isaac fight-omat. De így legalább lesz rá esem, hogy eljutok odáig. Úgyhogy ki fogom robbantani ezt a kis szívet, legyen max életerőm. Talán ezt az egy bombát megéri, négy úgyse sok, ha most három vagy négy, az meg szinte teljesen mindegy. És maximum életről mehetünk be anyánkhoz. 12 piros szívvel. 12 kicseszett piros szívvel. Már csak 11. Mert ez a hülye lézerszem már eltalált. Most remélem hamarosan megfekszik. Hát talán ez a gyertya most nem érte el. Anyám, grossan belép a másik fázisban, benn is van már. Most nem törődök innentek, ez a Duke of Flies-al. Jó, megfeküdt anyánk. Maximum életerőm vagyok, még mindig. Egyszer találtak el. És egy full health pirulával, ám bármiféle campus vagy ilyesmi nélkül, ami segítene megtalálni ezeket, kell odaig eljutnom. Plusz 6 cent. Ilyen esetben, ami 9.
Tudok ám számolni, csak most nem jött össze. Szóval... ja. Nem mondom, olyan baromi nagy esélyem lenne bármiféle jó eredményt elérni Isaac ellen. Remélem legalább a boss meg lesz hamarosan. Egyszer azért csak eltaláltak. Se baj, oh, két videó. Ami videó, nem beszéltük már. Maximum életerőm vagyok. Jelenleg. Nyilván nem sokáig, de addig bizakodom. Először a championt, aztán jöhetnek a többiek. Nekem is van ám gisem. Ez milyen kártya? Hanged Man. Hát full health-nél nem jobb. Oh, troll bombák. Oké. Még lehet itt a boss, ami nagyon nagy mázli lenne. Jaj, ne. Ó, oh, kicsit közel volt. Hát gyertya, meg egyszerűen képtem vagyok eltalálni, nem tudom. Na végre. És megfeküdt. Legyen itt a boss. Nincs. Ráadásul én nagyon szar szobában vagyok. Oh. Nem találtuk el még. Jó. Na vajon hol lehet Isaac? Megpróbálom ott a jobb szélén. Itt a három szoba. Ahol van a három szoba egymás mellett. Megint két videó. Ami videó. Még mindig. Jó. Menjünk tovább. Ó, oh, két slot. Ami nem nehezek. Amik nem nehezek. De azért nem is a legkönnyebb ellenfelek közé tartoznak. Remélem nem találnak el. Egyelőre még nem jött nekik össze. Ha, de majdnem belegyalogoltam. De megvan. Hát ez... ez valószínűleg nem jobb. Mint a gyertya. Nincs kedvem ezt most megpróbálni. Ó, ne! Ó, hárommal kevesebb. Megkönnyebbülés, négyjel. Már csak egy van, és egy szoba kell még meg... ahhoz, hogy meglássam, hogy tényleg itt van a boss. Itt van. Ó. Dead is long leg. Ami meg is feküdt. Valahol volt egy piros szív. Oda még visszamegyek, azt jövök a bosshoz. 24 piros szívem lesz, viszont baromi gyorsan lövök. Hát, necces lesz. Eljutott a Isaac-i, ez egy jó hír, Maggie-vel. Van két gyertyám, na, megpróbáljuk. Nem vagyok túlon túl bizakodó. Már kétszer eltalált. Sőt, már háromszor. Négyszer. És még mindig csak az első fázis vagyunk, és már hatszor eltalált. Hogy az életerőm, nagyon. Jaj, necces lesz. Jaj, mindjárt megfekszik. Isaac halott. Már csak egy kegyenc, és megvan! Hello, megfektettük Isaac-et Maggie-vel, ez az, és mehetünk a chestbe. És van négy kulcsom. Megkönnyebbülés, ez nem egy jó item. Ezt már mint a legutóbb is megkaptam volna, ez meg már túl késő szerintem.
Speed and Range, ez sem túl jó. Ez már megint Tier Zap, amitől csak még gyorsabban fogok lőni. Na se baj, nézzük meg. Hát eljutok Blue Baby-ig, Maggie-vel. Hoppá, egy kis Soul Heart. Nézzük meg, mi van itt. Greed, nem foglalkozom most vele. Oh. Gördi papa. Valamiért középen nem tud rám lőni. Valami lefogja. Lehet, hogy gyertya. Az megesett. Ú, túlzottan gyors vagyok, nem egészséges. Most is hozzám vágott két apokalipszis lovast. Meg is szenved vele most a gépem, pedig nem szokott. Áó, elkaszált. Közben a halál már lejött a lováról, ami azért gáz, mert közben még kerülgetnem kell a kéknek a szarjait is. Vagyis a zöldnek akarom mondani. Hál' Isten, elég gyors vagyok. Oké. Oké. Na, mi lesz? Végre. Egy bomba. És most nincs itt a boss, nincs olyan szerencsénk. Ez meg akkora luft volt. Meg azt hiszem ez is. Valahogy nem talál most el a gyertyával azt, amit szeretnék, és közben ő már eltalált. Egyik megfeküdt, jó. Másik is. Viszont nem erre van a kék kisgyerek. Lehet, hogy ez meg a bal szélén van teljesen. Valószínűleg. Úgyhogy próbáljuk meg. Hoho, oké, okay, Super Wrath. Hát ez kicsit borzalmas. Hát ez ilyen, ez a chest. Hát ez be fog sülni. Sejtettem. Au. Sebességemmel nincs olyan nagy baj. De két trollbomba követ azért az nem egy olyan nagyon jó dolog. Most már az egyik megfeküdhetne. Lassan. Meg úgy meg is van. Ha, ez azért betalált. Sőt. Túl sok életet vesztettem itt. Halo flies. Most már talán kicsit késő. Három Loki. Jó. Ez sem tűnik túl egészségesnek. Na csak kettő van, nem? Nem biztos, hogy eljutok a két gyerekig, meg hagy most biztos nem fog. 100%, szóval ez lehetetlen. Már Isaacnek is örülök. Hogyha sikerült. Majd hogyha sikerült. És most sikerült is. Ez az megfeküdt három Loki egyszerre. Egy kis szóvárt, ami talán már túl késő. Itt meg nem szeretnék sérülést elszenvedni, úgyhogy haladjunk tovább. Itt a boss. A mázlingban eljutok. Hozzá. Kétszer találhatnak el. Én viszont nem találom el őket. Amúgy háromszor, mert ha lett volna egy szó, látom is. Isten, mennyi légy meg pók. Sok husk, azt hiszem az a neve. Na! Megívés halott körök. Nem mondom, hogy lesz esélyem. Mert nem lesz.
Egyszerűen lehetetlen. Megpróbál megsorozni, ameddig csak lehet, de ennyi volt. Hát, köszönöm a figyelmet, eljutottunk megivel a fő bosszig. Ami nem egy rossz eredmény, de lehetett volna sokkal jobb is. Egy kicsit jobb itemeket kellett volna kapjak, egy kis damage upgrade, kis ez, kis az, és egy kicsit jobban kellett volna figyeljek és jobban játszanom, de se baj. Köszönöm a figyelmet, viszlát a legközelebbi epizódban, sziasztok!